Ez az aprócska, alig 2-3 centis színes halpár Franciaországból érkezett. A szín pompásabb a hím, ahogy ezt az állatvilágban már megszokhattuk. Mintegy 140 guppi úszkál a prelátusban felállított tucatnyi akváriumban Pakson, ahol a guppi halak Európa-bajnoksága zajlik jelenleg. A guppi a legelterjedtebb akváriumi halak egyike. Európában több évtizedes hagyománya van a guppi szabványok szerinti tenyésztésének. Évente 5-6 helyszínen is rendeznek EB fordulót. Idén itt Magyarországon szervezték az elsőt. Nagyon fontos, hogy bizonyos színek akkor látszódnak igazán ezeken a halakon, és akkor jön ki az a csillogás, ami bennük van, hogyha az a megvilágítás az tényleg 45 fokban éri azt az akváriumot. És ez benne is van már nagyjából 40 éve a hivatalos versenyleírásban, hogy ennek így kell lennie, de mégis sok versenyen ezt nem tartják be, és egy csomó halnak a szépsége nem jön ki úgy ezeken a versenyeken, mint mondjuk nálunk. A szín mellett a testhossz, az úszóméret, a mozgás mind-mind meghatározzák a nemzetközi bírák megítélését. A Delta kategóriában tavalyi győztes paksi tenyésztőnek közel 50 akváriuma van otthonában. Durván 8 hónapos korába éri el azt a, egy hal azt a méretet, amikor így megfelelő tud lenni versenyen, és azt úgy kell időzíteni a párosztatást, meg a szüléseket, hogy a következő évi versenyekre már most készítjük a kis halakat, és emiatt sok akváriumra van szükség. Pénteken a halak nemzetközi bírálata zajlik, szombaton azonban nyitva áll a kiállítása a nagy közönség előtt is. A rendezvény a kiállított versenyhalak aukciójával zárul, melyen a hobbi érdeklődők is részt vehetnek.